Szavazzunk a kiküldött napirendi pontokra, aki azokat elfogadja, kérem emelje fel a tábláját. Köszönöm szépen. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége a legnagyobb sertéságazati szakmai szervezet Magyarországon. Feladata a sertéstartók munkájának segítése. A szervezet az állatjelöléseket is koordinálja hazánkban. Ezért egy olyan fontos szerepet is tölt be, hogy ugye az egész világban, főleg a sertéságazatot érintő módon a sertéspest is az egyik legjelentősebb állatbetegség, és ennek maga a nyomonkövetés, az ellene való védekezés, a telepi higiénia, a felelős állattartói magatartásoknak az elősegítése, támogatása, ez a fő feladata ennek a szervezetnek, és itt a 7 régió van az országban, és a 4 régiónak a regionális küldöttgyűlése az itt Szekszárdon lesz megtartva. Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára többek között az állattartó telepek korszerűsítésének lehetőségeit ismertette előadásában. Van egy közös agrárpolitikai stratégiai tervünk, ami képes meghatározni egészen 27-ig, vagy még ott is van 2 év átmeneti időszak, egészen 2029-ig a hazai agrárium, a magyar mezőgazdaság vagy a vidék fejlesztésének lehetőségeit. Ez több mint 5300 milliárd forint. Az állattenyésztésre 200 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek pályázati felhívást. Amiből legalább 150 milliárd forint érték a nagy telepek fejlesztésére, komplex állattartó telepeknek a megújítására, fejlesztésére, és van egy kisebb léptékű, ami legalább 50 milliárd forint. Ugye, ha mind a kettőhöz hozzáteszik, hogy legalább, akkor arra utal következtetni, hogy ez egy előre meg nem becsült keret, mindig így hirdettük az előző időszakban is a 200 milliárd forinttal. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, nehéz olyan pályázati felhívást készíteni, ahol egy kisléptékű egyéni vállalkozó olyan vállalásokat tud tenni, mint egy ZRT.